Ahogy a címben is olvashatjátok, egy nagyon izgalmas bejelentésem van. Mivel a mai napon megjelent az első könyvem, a Hihetetlen, de igaz. Megmondom őszintén, hogy alapból nem terveztem egy külön videót készíteni ebből, viszont amikor múlt héten először megláttam és a kezemben fogtam a készkönyvet, rájöttem, hogy annyira büszke vagyok rá, hogy szeretnék egy kicsit bővebben is mesélni nektek róla. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi is ez a könyv. Ez egy ismeretterjesztő könyv, amiben összeválogattam 100 olyan történetet vagy érdekességet, amit én személyesen nagyon izgalmasnak tartok, és szerintem kevesen ismernek. És itt gondoljatok a legváltozatosabb témákra. Van benne szó ókori gladiátorokról, a világ legkülönlegesebb állatairól, az űrkutatás érdekességeiről, tényleg minden van benne. De mondok pár konkrét témát. Milyen szaga van az űrnek? Miért van Kínában egy ház, amin átmegy egy vonat? Melyik volt a legrövidebb háború a történelemben? Miért létezik egy olyan sport, hogy extrém vasalás? És mik azok a rejtélyes romániai sziklák? Ahogy látjátok, elég változatos a felhozatal, és ilyesmi témákról olvashattok több mint 200 oldalon keresztül. Én persze elfogult vagyok, de őszintén úgy gondolom, hogy mindegyikben van valami, ami nagyon érdekes. És ahogy látjátok, a borítón itt van a Markopédia logó is, amiatt, mert az volt a célom, hogy ez a könyv minél inkább hasonlítson a videókhoz. Sőt, gyakorlatilag 100 darab kis videó lett belesűrítve ebbe a könyvbe. És felmerülhet a kérdés bennetek, hogy miért pont könyv? Szerettem volna kipróbálni magamat valami teljesen új dologban. A videózást nagyon szeretem, és persze folytatni is fogom, viszont mellette izgalmas néha kísérletezgetni új műfajokkal. Ilyen kísérlet volt például tavaly a Markopédia quiz, ami nektek hála egy hatalmas siker lett, és nagyon jó volt látni, hogy több ezren játszatok vele. És ennek a kísérletezésnek a következő lépése ez a könyv, ami hatalmas munka volt. 10 hónapig dolgoztunk rajta. És amiatt mondom, hogy dolgoztunk, mivel egyedül nem tudtam volna elkészíteni ezt a könyvet, ez egy csapatmunka volt. Hadd meséljem el nektek röviden, hogy kik segítettek benne. Lehet, hogy páran emlékeztek, hogy tavaly kiraktam egy videót, amiben munkatársat kerestem magam mellé a Markopédia videókhoz. Több mint 1000-en jelentkeztetek, amit most is nagyon köszönök, és végül Dani és Bence csatlakozott a csapathoz. Eleinte videókon dolgoztunk együtt, viszont januártól teljesen erre a könyvre koncentráltunk. Így hárman írtuk meg ezt a könyvet. Én bedobtam a témát, a többiek kidolgozták, utána én is átdolgoztam, és így közösen alakítottuk ki a végleges szöveget. Ez a folyamat nagyjából 5 hónapig tartott, amihez Bence készített egy ilyen extra menü táblázatot, ahol tudtuk követni, hogy melyik téma épp hol tart. Amikor pedig elkészült a 100 anyag, Csabi is becsatlakozott hozzánk, és előről átvizsgáltuk az összes témát mind a négyen. Tényellenőriztünk, átnéztünk több ezer forrást, a nem megbízható infókat kiszedtük belőle, és végül csak olyan tényeket és adatokat hagytunk benne, amit több hiteles forrás is megerősít. Tényleg nagyon komolyan vettük ezt a részét, mert fontosnak tartom, hogy egy ismeretterjesztő könyvben ne legyenek hülyeségek. Ez az ellenőrzés is hónapokig tartott. Közben pedig minden héten meetinget tartottunk, és megbeszéltük, hogy ki mivel hogy halad. Amikor elkészült a 4-szeresen átnézett szöveg, akkor azt elküldtem Katalinnak, aki korrektúrázta, hogy nyelvtanilag is hibátlan legyen. Utána pedig jöhettek a grafikai részek, a könyvszerkesztés és a borító, amit Attilával készítettünk el. Itt is rengeteg változat volt. Kísérleteztünk mindenféle címmel, dizájnnal, laperrendezéssel, különböző papírméretekkel, és végül eljutottunk a végeredményhez. Így hát digitálisan el is készült a könyv, amit tableten nagyjából 10-szer végig is olvastam. Viszont itt volt az ideje, hogy fizikailag is elkészüljön. Ekkor találtam meg a keskeny nyomdát, ahol nagyon segítőkészek voltak, és több tesztnyomat és sok ellenőrzés után bemehettem a nyomdába, és konkrétan én nyomhattam meg a gombot, ami elkezdte a könyvek gyártását. Akkor most hivatalosan is elindítom a könyvnek a nyomtatását, izgalmas. És elvileg, ott vannak a papírok. Ez a sebesség elég durva lesz, készüljetek. Egyre gyorsabb. Hihetetlen volt nézni, hogy ezek a nyomtatók milyen sebességgel dolgoznak. És szürreális élmény volt látni a valóságban megjelenni azokat a lapokat, amiken hónapokat dolgoztunk. Alá is írtam a legelső kinyomtatott borítót, amit el is hoztam emlékbe. Ezután várnom kellett egy hónapot. Viszont utána jött egy telefon, hogy elkészültek a könyvek. Higgyétek el, hogy nagyon izgultam, amikor először mentem megnézni a könyveket, mert tudtam, hogy ha nem tetszik, akkor már le van gyártva belőle rengeteg darab, és nem tudom, hogy mihez fogok kezdeni velük. Viszont hála Istennek pontosan olyan lett a könyv, amilyennek megálmodtam. A mérete, a borítója, a vastagsága, tényleg pont ilyet szerettem volna. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített a könyv létrejöttében, egy szuper csapattal dolgozhattam együtt. És itt tartunk most. Elkészültek a könyvek, és készen állnak, hogy eljussanak hozzátok.
Én tényleg mindenkinek tudom ajánlani, mivel szerintem annyira változatos témák vannak benne, hogy minden korosztály megtalálja benne azt, ami érdekli őt. Viszont ha könnyebb legyen navigálni a könyvben, a témákat kategóriákba soroltuk. Élővilág, tudomány, történelem, utazás, művészet és sport témakörökbe osztva találjátok majd meg az érdekességeket. Hogy legyen benne egy kis plusz izgalom, a legelső vásárló könyvébe írtam egy kis üzenetet, sőt még 10 könyvet aláírtam, amiket az első héten rendelők között fogunk véletlenszerűen kiosztani. Úgyhogy majd mindenképp küldj egy fotót, ha véletlen te kaptad volna meg az egyiket, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikhez fog kerülni. Ha szeretnétek beszerezni a könyvet, akkor a leírásban és a legfelső kommentben megtaláljátok a linket. Markopedia.hu. Nagyon köszönöm, hogy végignéztétek, és remélem, hogy élvezni fogjátok a könyvolvasását. Sziasztok!